2010. október 14-én 16 órakor a Művelődési Ház nagytermében nyilvános keretek között megtartották az újonnan megválasztott képviselőtestület alakuló ülését. Szabó István, a helyi választási bizottság elnöke, és dr. Faragó Csaba jegyző ismertették a választási bizottság és a helyi választási iroda tájékoztatóját a választás eredményéről, valamint megköszönték a bizottságok munkáját. Ezt követően Szabó István átnyújtotta a megbízó leveleket. A következő napirend keretében került sor az önkormányzati képviselők és a polgármester ünnepélyes eskütételére, majd Matuszka Antal ismertette polgármesteri programját. Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el. És a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel, zákányszék javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen. Először is szeretnék gratulálni polgármester úrnak az ismételt megválasztásához. Az imént ért véget a képviselőtestület alakuló ülése, letették a képviselőtestületi tagok az esküt, polgármester úr is a polgármesteri eskütételt megtette. Hogyan változott a testület összetétele, illetve a bizottságoknak a felállása? Hát a törvénymódosítást követően 6 képviselő került be a képviselőtestületben, míg az előző időszakban ez a létszám ez 9 volt. Minden bizonnyal nehezebb volt a lakosoknak is ezt a 6-ot választani, de azt gondolom, hogy jó választás volt. Egy ütőképes képviselőtestület dolgozhat a településért. Bár azt is elmondta, amikor a választások voltak, vagy a választások előtt, hogy valamennyi képviselőjelölt alkalmas volt arra, hogy a képviselőtestületbe bekerüljön, de hát csak 6 kerülhet be, és csak 6-an dolgozhatunk együtt a településért. A bizottságok felállása hogyan változott? Vannak kötelező bizottságok, amelyeket nem lehet elhagyni. Előző időszakban 4 bizottságot dolgozott a képviselőtestület, ez most lecsökkent 2-re. Egy pénzügyi, ügyrendi és településfejlesztési bizottság alakult, valamint egy oktatási, kulturális és szociális bizottság, amely így a két bizottság fölül legyen az összes olyan intézményt vagy esetet, amelyhez szükség van bizottsági döntésekre, bizottsági előkészítésekre, és külsős tagként is csak egy személy került be és dolgozik a testületben, illetve csak a bizottságban. Ismertetésre került a polgármesteri program. Mit szeretne ebből kiemelni? Hát azt gondolom, a következő 4 év egyik legfontosabb beruházása lesz a zákányszéki szennyvíz csatorna rendszer kialakítása, amely most pályázati stádiumban tart, még november 2-áig kell benyújtanunk a második körös pályázatot, és ezt követően reményeink szerint a jövő év közepétől elkezdődhetnek a munkák, és a héten volt egy egyeztetés, amelyben bizonyos határidők már módosulnak, és 2013-ra ezt be is kell fejezni, ami azt jelenti, hogy 2014-ben üzembe kell helyezni. Tehát durván 4 évünk van ennek a beruházásnak a lebonyolítására és befejezésére, ami bízom benne, hogy tartható lesz. Azon kívül a természet megmutatta az erejét az elmúlt időszakban, a belvíz és csapadékvízgyűjtő és elvezető csatornák, árkok állapota nem megfelelő, sőt van olyan hely, ahol egyáltalán nincs kialakítva. Ennek a tervezése van folyamatban, pályázati forrást próbálunk rá keresni, és lehetőség szerint minél hamarabb ezt megvalósítani, hiszen a talajvíz rendkívül magasan van a település több pontján. Igaz, hogy nem látszik, de a vízoraknákban ez nagyon jól követhető, hogy hol tart, és kritikus helyzet alakulhat ki, hogyha az időjárás csapadékossá válik. Ezen kívül nagyon fontos még a Szociális Szolgáltató Központ építése, amely közbeszerzési eljárás stádiumban van. A munkálatok elvileg, és a szerződés kötés elvileg november végén, december elején megtörténhet, és a benti munkálatok már a tél víz idején is kezdődhetnek. Az érdeklődő kivitelezők mindazt szeretnék, ha ez a munka befejeződhetne jövő év szeptemberéig, nem kell az időt húzni vele, hiszen reményeink szerint egy gazdasági föllendülés várható, ez majd az árakban is érzékelteti, érzékeltetni fogják ezt majd az árak is.
és ezek a tervek és költségvetés több évesek már is nehezen tartható. Ugyanaz az ár a tervezett műszaki tartalommal együtt. Tartalmas 4 év áll a település mögött. Kívánjuk, hogy a következő 4 éves ciklusban is sikerüljön minden tervet valóra váltani és megvalósítani az elképzeléseket. Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy sikerülni fog, és aztán folytatjuk tovább. 4 év nem túl hosszú idő, az előző időszak is nagyon gyorsan eltelt, és ebből a ciklusból is már mindjárt 1 hónap oda van. A jelenlévőket szíveskedjenek felállni. Először a képviselők eskütételét kérem, majd az én szó után mindenki mondja a nevét. Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Társasághoz annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel, zárkányszék javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen. Szeretnék gratulálni a képviselővé választásodhoz. Úgy tűnik, hogy az újonnan megalakult képviselőtestületben te képviseled a legifjabb korosztályt. Törekvéseid között szerepele, hogy kapcsolatot építs ki a fiatalokkal, és hogyan szeretnéd képviselni majd az érdekeiket a képviselőtestületben? Köszönöm szépen. Igen, én lettem a legfiatalabb most a községünk képviselői közt, és mindenképpen, amit a bemutatkozásomban is célul tűztem ki, hogy a fiatalságot egy kicsit szeretném összefogni, szeretnék olyan lehetőséget biztosítani a fiataloknak, amelyekkel itthon hazánkba és esetleg külföldön is megfordulhatnak, tapasztalatokat szerezhetnek, illetve kiemelten szeretném támogatni vagy segíteni azokat a fiatalokat, akik mezőgazdasággal szeretnének foglalkozni a jövőben, illetve ezt tűzték ki célul. Itt gondolok arra, hogy esetlegesen szakmai utakat, külföldi lehetőségeket, ösztöndíjakkal olyan helyekre kiutatni fiatalokat, ahol bővíthetik a látókörüket, és itt olyan tapasztalatokat gyűjthetnek, vagy esetleg saját magukat el tudják helyezni egy olyan értékrendbe, amivel itthon már sokkal jobban tudnak majd boldogulni a jövőben. Nem csak képviselő lettél, hanem rögtön egy vezető tisztet is kaptál a testületben. Az újonnan alakult pénzügyi ügyrendi és településfejlesztési bizottságnak lettél az elnöke. Tudod-e már konkrétan, mivel fog járni ez a feladat? Hát konkrétan nem tudom, még csak sejtem, hogy a képviselőjelöltek között is ez egy kiemelt szerep, hiszen már rögtön az első alakülésen feladatom volt, hiszen az alpolgármesternek a személyét, illetve az ezzel kapcsolatos választási dolgokat nekem kellett részben lebonyolítani. És hát bízom abba, hogy az idősebb, tapasztaltabb képviselőjelöltek majd segítenek, hogy mint fiatal és tapasztalatlan képviselőként egy kicsit jobban beleláthatok majd ezekbe a dolgokba, és majd ezt később teljes mértékig be tudom majd tölteni. Akkor hasonló lelkesedést és sok sikert kívánunk a munkádhoz. Köszönöm szépen!